estét kívánok a kedves nézőknek! Nagy sikert ért el újra az Alba Régia táncegyüttes, tovább jutott a középdöntőben, felszállott a Páva című Döntők Döntője című műsorban. A vendégeim pedig itt a stúdióban Majoros Róbert, az együttesnek a művészeti vezetője, és Cifor Lénárd, aki pedig a tagja az együttesnek. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Mi is köszöntünk. Hát ugye 16-án volt, november 16-án volt ez az elődöntő, amire ugye 2014-ben kvalifikáltátok ugye magatokat, akkor vettetek részt ugye először a Felszállott a Páva című versenyben. Nagyon érdekel engem, hogy milyen volt ez a 16-ai elődöntő, mennyit kellett rá készülnötök, hogyan kell elképzelnünk? Hát természetesen sokat kellett rá készülni, bármennyire is úgy van a hirdetve, hogy a Döntők Döntője, tehát ez egy kicsit más volt. Meghívásos alapon történt a válogatás, tehát az elmúlt három évadnak úgymond a legsikeresebb együtteseit gyűjtötték össze, és egy nagyon jó felhozata sikeredett ebből. Pont emiatt kellett nyilván, amiatt is készültünk volna nyilván, ha bármilyen kisebb fellépés van, de azért egy ilyen televíziós műsor, egy ilyen szintű megméretetés azért mindig úgy felspanolja az embert. Úgyhogy természetesen ugyanúgy készültünk, mint ezelőtt négy éve. Elődöntőbe először egy bodrogközi koreográfiát vittünk, ami nyilván már egy létező táncunk volt, de hát ezt mi úgy mondjuk, hogy pávásítani kellett, mert mindig megvan egy fix idő, a időkorlát 4,5 percbe kellett ezt nekünk összeszűkíteni, de én úgy érzem, hogy jót tett neki, egy kis rövidítés, és hát így, hogy tovább is jutottunk, azt gondolom, hogy mindenképpen jól sikerül. Érdekel is, majd a koreográfiáról is foglak kérdezni benneteket, de engem így érdekel, mint néző is, aki nézi mondjuk a műsort, hogy kell elképzelnünk ezt a napot, ami azért ott a tévés stúdióban vagy a környékén zajlik. Mit kell tudnunk erről arról a napról, amikor a fellépés van ott a stúdióban, Lénárd? Hát ugye aznap, ugye ez csütörtöki napon volt, ugye megérkeztünk korán reggel, mondhatni, ugye a helyszínre. Hát mindenki ugye szépen a cuccát kivette a buszból, megérkeztünk ugye az MTVA székhelyére, bementünk ugye segítséggel, eljutottunk az öltözőkbe, azt elfoglaltuk, és akkor utána igazából már megindult úgymond a próba lényegében. Ez egy egész nap, tehát hogy ez reggel kezdődik? Igen, ez reggel kezdődik, és akkor körülbelül olyan, hát mondhatjuk, hogy este igazából, mert ugye a műsoridő ugye mindig 7:30-kor kezdődik, és ugye a főpróba is ugye ennek értelmében ugye csütörtöki napon 7:30-tól kezdődött, és akkor ugye elejétől a végéig lement a műsor, de előtte ugye folyamatos próbákon veszünk részt, ami annyit jelent, hogy ugye műsorszám szerint, amikor mi kerülünk sorra, akkor igazából ilyen, hát mondhatom azt is, hogy 5-6-szor azért elpróbáltuk egymás után, tehát azért erőpróbáló. És természetesen nem miattunk kellett elpróbálni, mert hát egy tévéműsorról van szó, kameraállások, fény, hangbeállás, tehát hogy itt igazából ott tudják kipróbálni, hogy ez az élő showba hogy is fog kinézni. Igen. És gondolom, mindig az élő showban megy a legjobban. Tehát, hogy akkor én azt gondolom, hogy annak azért van mindig, az élő műsornak egy olyan hatása, hogy mindenki oda teszi magát. Igen. Jó sikerült. Lénárd, te viszonylag új vagy ebben, tehát 2014-ben nem vettél még részt a Felszállott a Pávában. Milyen érzés neked most ebben a műsorban részt venni? Hát hihetetlenül jó. Ugye én a 14-esben ugye nem voltam, és körülbelül mondhatjuk azt is, hogy februárban lesz 2 éve, hogy az együttes tagja vagyok én már. Előtte is Fehérváron táncoltam, és azért azt elmondhatom, hogy itt az együttesben, tehát a Pávával kiegészülve nagyon sok élménnyel gazdagodtam én is, de maga a Páva szerintem egy akkora lehetőség az együttesnek is önmagában, meg szerintem személyenként is, hogy azért meg tudjuk mutatni, hogy igenis van ott helyünk. Egyrészt, illetve az, hogy meg is mutassuk másoknak, hogy azért ez tovább mutat, mint egy egyszerű tévészereplés. Ez azt jelenti, hogy megmutatni másoknak, hogy nem csak a nézőknek, hanem mondjuk itt más-más együtteseknek is? Tehát inkor nézitek a másikat, hogy ők hol tartanak? Igen. Azért szerintem lehet más együttesektől is tanulni, illetve egy-két dolgot elnézni tőlük szerintem. De az biztos, hogy maga az Alba Régia táncegyüttes is valamilyen szempontból egyedi módon fogja meg mondjuk egy adott koreográfiát, vagy önmagában azt a dolgot, hogy néptánc, vagy népi hagyományőrzés. Tehát, hogy azért nyilván ez fontos, illetve talán amit még fontos elmondanom így a Pávával kapcsolatban, hogy így az élményre visszatérve,
hogy maga az a tény, hogy azért ez nem csak egy munka, hogy mi oda megyünk, és tényleg kötelező jelleggel próbán veszünk részt, illetve a kötelező feladatokat elvégezzük, hanem egyrészt jól is érezzük magunkat, és azt mondhatom, hogy egyfajta ilyen... Hát egy közösségépítő jelleggel, így van. Tehát két napig igazából megint csak össze vagyunk zárva, és azon kívül, hogy a jó megszokott feladatokat, akár fellépés próbákat megkapjuk, azon kívül itt jó sok más olyan feladat van, ami hirtelen, rögtön akkor kell improvizálni, és az a helyzet, hogy az együttes én szerintem ebben is nagyon jól teljesített ezen a hétvégén, tehát hogy vidáman tudtuk ezt a két napot végigcsinálni, ez fontos volt. A családok is ott vannak ilyenkor a veletek? Tehát, hogy mennek, kísérnek? Családok? Hát a feleségem ott volt, és ő azért nekem nagyon nagy segítség volt. A gyermekeim, ők nem, hát ők óvodába, iskolába. Igazából ilyenkor annyira sok a teendő, hogy illetve elég szigorúan veszik nyilván a székházba is, hogy kik jöhetnek be, megvan ennek egy limitált határa, hogy hány fővel mehetünk. Úgyhogy nagyjából igazából az együttes, illetve a kísérők voltak ott, családtagok, csak az élő show-n vettek részt igazából. Ugye mondtad, hogy boldotok közi táncokat táncoltatok, és azzal jutottatok tovább a középdöntőbe. És már Lénár is mondta ezt, hogy ugye az Albának van egy ilyen hát sajátossága, nem tudom, lehet, hogy a koreográfia is ugye sokat számít abba. Szóval, hogy mi az, amit a zsűri néz? Én nem vagyok annyira nagyon néptánc szakértőbe, vallom őszintén. Tehát, hogy mit kell nézni, hogy kinek ritmusra úgy mozogja a lába, sokat számít-e a koreográfia, vagy mi az, amit néznek a zsűri tagjai? Ez érdekes, mert itt, akik bekerültek ebbe a produkcióba, már mind olyan élvonalbeli amatőr együttes, hogy ott már szerintem ilyenről szó sincs, hogy milyen technikával táncolnak, tudnak-e ugrani, tehát ilyen alap dolgokkal már azt gondolom, hogy nem kell foglalkozni. Itt igazából nyilván, mivel színpadra dolgozunk, nyilván azt az adott 4,5 perces színpadi művet megnézik, hogy milyen hatással volt rájuk. És ezzel kapcsolatban próbálnak dönteni. Ami szintén nagyon nehéz, mert mindegyik együttesnek megvan az a kis egyénisége, amiről tudjuk, hogy a miskolciakra mi jellemző, az Alba régiára jársák, de most nem sorolom el mind a 12 együttest, de mindegyik egy olyan műhely, ami egy erős műhely, és kialakult nyilván a saját maga szemlélete, és mindegyik jó. Tehát ez nagyon nehéz azért összehasonlítani, mérni ezeket a dolgokat. A bodrogközi táncoknak ugye te voltál az egyik koreográfusa. Igen, és a másik pedig Göbrös Gábor, aki munkatársam, illetve szintén nálunk táncol. Hogyan alakítottátok ki a koreográfiát, vagy mit lehet róla tudnunk, hogy mennyire a látványosság volt-e a fő, vagy uh-huh. Hát szempont? Nyilván a látványosság az egy fontos dolog. Ez egy másfél éve készült koreográfia, éppen az akkori táncvilágnapi gálaműsorunkra készült, és nyilván akkor még nem kellett nagyon gondolkodnunk, hogy 4,5 percbe beleférjen, ez egy hosszabb koreográfia volt. 2 perccel hosszabb, ami így lehet, hogy nem tűnik soknak, de amikor ki kell venni egy koreográfiából 2 percet, azért ott kell gondolkodni, hogy az arányok megmaradjanak, hogy az egésznek a vonalvezetése, amit elképzeltünk, az megmaradjon. Hát a bodrogközi táncokról, amit fontos tudni, hogy egy nagyon lendületes, mind zeneileg, mind táncilag, én egy azt tudom mondani, egy vidám történet, és minden olyan dolog benne van, amitől egy jó hangulatú és egy elég sodró lendületű táncot lehetett összehozni. Egy picit belecsempésztük a Gáborral a párkapcsolati történeteket is, mint például a cigándi lányok 10 parancsolatából egy pár ilyen jó tanács a lányok fele elhangzik, amit még anno a cigándi legények írtak, illetve ami még egy érdekesség, hogy egy zöldágjárást is, mint szokást, május 1-ével kapcsolatos szokást belecsempésztünk ebbe a táncba. A 4,5 percbe. Ez mindegy, bízom. Nem semmi. Igen. És akkor ugye most már azért tovább készültek a következőre. Még azt meg akartam kérdezni a Lénártól, hogy ugye most egy újítása van ennek a műsornak, nem csak a zsűrid, vagy nem a dűrzsűrid dönt, igen, hanem ugye a közönség, hogy hogyan értékeled ezt, hogy tovább jutottatok, hogyan látod ezt, hogy most a közönség, vagy a zsűri is azért nagyon oda. Hát ugye ugyanúgy ugye szavazatok, illetve ugye a zsűri által lehet tovább jutni, ugye a zsűri által ugye 2 szabadkártyával, illetve ugye a szavazatok útján. Szerintem azáltal, hogy a zsűri szabadkártyájával jutottunk tovább, az egyfajta pozitívum
lényegében, mert azért a zsűri határozza meg, hogy ki az az együttes, egy vagy akár kettő, de lehet akár egy szóló táncos, vagy ugye zenekar, aki ugye tovább jut, és szerintem az mérvadóbb talán, hogyha ha maga az együttes a zsűri juttatja tovább az együttest, vagy adott esetben bárki mást. Tehát a szavazatok is ugyanúgy fontosak, és emiatt is ugye buzdítjuk a fehérváriakat, illetve mindenkit, aki szeretne szavazni, és úgy gondolja, hogy szívesen szavaz az Alba régiára, azt tegye meg, de mindenképpen azért szerintem ez egy pozitívum, hogy a zsűri juttatott minket tovább. Igen, egyébként nagyon számítunk a közönségre, és tényleg én úgy érzem, hogy az elődöntő előtt is nagyon sok mindent megtettünk, hogy eljusson az üzenet a közönség fele, akár közösségi oldalakon, akár médián keresztül. Ez érdekes, 2014-hez egészen sok új feladatot találtunk ki magunknak, ami nem a próbatermi munka, hanem egészen más, akár egy kisfilm forgatása, amivel egy kicsit felhívhatjuk magunkra a figyelmet. És úgy érzem, hogy ezek is nagyon jól sikerültek, egyhogy jól éreztük magunkat közben, illetve elég jó nézettsége lett ezeknek a videóknak. Hát most megint készülünk egy ilyennel, úgyhogy nem unatkozunk, de hála Istennek így ez még egy olyan dolog, ami így az együttes még jobban össze tudja hozni egy-egy alkalommal. Ugye nyilván az elődöntőre olyannal készültetek, ami így azért tudtátok, hogy ütős lesz, és akkor most ugye tovább jutottatok, akkor most mi lesz a középdöntőben, mik a tervek, vagy hát már nyilván tárcoljátok. Hát szintén egy ütős dologra készülünk. Ugye a Bodrog köz az Kis Magyarország felső Tisza vidéke. Amivel most készülünk, az pedig egy erdélyi férfi tánc és páros táncokból álló Molnár Gábor munkatársam koreográfiája. Hát ez még érdekesebb, mert ez egy 10 perces koreográfia volt, abból kellett most hirtelen 4,5 percet összerakni, de szerintem ismét jót tett a műnek ez a dolog. Éppen tegnap volt az, amikor már azt mondhattuk, hogy igen, megvan elejétől a végéig, és egy nagyon erőteljes táncot láthattam én is. Úgyhogy ez azért jó, mert ez egy más terület, Erdély, férfi tánc, virtuóz férfi tánc, lányok forognak, lányok pörögnek, tehát teljesen más karakterű, mint a Bodrog közi. Ez is fontos, hogy az együttes megmutassa azt, hogy nem csak egy tájegység táncaiba van otthon, hanem nagyon sokféle dologba otthon kell, hogy legyen. És a férfi táncok nagyon látványosak szerintem egyébként. Tehát, hogy... Igen, a lányok meg nagyon szépek. Igen, így van. Ők mindig szépek. Így van. És akkor mikor lesz a középdöntő? Hát ezt most pontosan nem tudjuk. Ugye a héten még lesz egy elődöntő, és ugye a jövő héten várható ugye a középdöntő, ugye kettő középdöntő várható, az ugye csütörtök péntek. Hát ez vagy a jövő héten esedékes, vagy az azt követő héten. Ezt most pontosan jelenleg nem tudjuk, de ha minden igaz, akkor ahogy lement az elődöntő, akkor meg fogjuk tudni, hogy akkor pontosan mikor is leszünk a középdöntőben. Szifinek ez a csütörtök, ez nagyon beégett. Ez a közönség ebből semmit nem láthat, hogy csütörtökön is történik valami. Nekünk akkor igen, egész napos próbáink vannak, azért igen, van bennünk ez, hogy ez csütörtök. Ez péntek, igen, ez pénteki nap. Tehát igen, vagy igen, december 7-e péntek lesz a napja, vagy 14-e péntek, és ezt jövő héten fogjuk igazából megtudni. Erről majd akkor tájékoztatni fogjuk a nézőket, hogy mikor vagy hogyan kell majd nekik szavazni. Hiszen a közönség szavazhat, úgyhogy számít az Alba Régia Tánc Együttes az önök szavazataira is. Applikáción keresztül tehetik ezt meg, illetve SMS-ben, és a Dura TV-n lesz majd ez a műsor a felszállott tapáva. Köszönjük szépen, hogy az Esti Mérlegben megnézték ezt a mai adást. Holnap újabb témával várjuk önöket. Viszontlátásra!